A város költségvetéséről, valamint annak módosításáról tárgyalt az első pontban Paks Humánpolitikai Bizottsága. A csütörtöki ülésen a döntés nem volt egyhangú, tájékoztatott Ulbert Sándor elnök. Teljes egyhangú lett volna, de alapban nem azzal volt problémája az ellenzéknek, hogy végeredményben nem felel meg a mostani, hanem alapban a tavaszi költség, vagy az éves költségvetésnek az egészét nem szavazták meg, ezért tartozkodtak. A bizottság tagjai tárgyaltak a Paksi Napsugáróvoda, valamint a Benedekelek óvoda beszámolóiról is teljesen átbeszéltük, és mindenki teljes mértékben elfogadtak egyhangulag. Akkor természetesen itt megvolt a munkaterv is mind a két oldalról, a munkatervet is átbeszéltük, elfogadtuk. Akkor ami nagy kérdés, és szerintem iszonyatosan várja már a város, hogy készen legyen a használatba, vegyék a, a kis gyerekek, az a bölcsöde, a káponai utcai bölcsödének a, a pontosan a megint, hogy mi, hogy lesz kész, és az engedélyel lévő kapcsolatos dolgok lettek átbeszélve, erről szavazott a bizottság. A bizottság még egy korábbi ülésen írt ki pályázatait. A Grémium rendszeresen támogatja többek között a fiatal pályakezdők letelepedését, az egészségügyi, szociális területen végzett tevékenységet, a diák és szabadidős sport programok megszervezését a bizottsága pályázatokat csütörtökön bírálta el. Minden egyes szavazatot a pályázatba egyhangulag hoztunk ki. Szóval egyetlen egy pályázat nem volt úgy, hogy azt valaki nem szavazta meg. Én úgy érzem, hogy a bizottságnak a pályázati részét csak így szabad végvinni és megtenni, hisz a lakosság az megéri a pályázatot, és persze az, aki netántán nem nyert, az nem tudja így azt mondani, hogy mer egy másik megszavazta, hanem mindenki egyhangulag vagy igennel, vagy nem szavazott.